bátyám. Vasodjám, pedig magunk. Vegyél nekem sörét. Százas sotja, 250 a közben. Gyere ide! Gyere ide! Hány éve árulja a Szotyit és a tök? 25 éve. 25 éve. És megéri egyébként? Hát nyugdíj mellett jó. Még nem gazdagodik az ember belőle, de nyugdíj mellett jó. 25 éve járunk Dunaújvárosból le ide Paksra. Itt futballoztam én, nem Pakson, Dunaföldváron is, mert én dunaföldvári vagyok, a Dunaföldvárról elmentem Dunaújvárosba lakni, és hogy futballoztam itt a Paksiak ellen, az így jöttem Szotyát árulni ide. Nyugdíj mellett, mert 76 éves vagy, nyugdíjas vagyok. Engem Tupónak hívnak, mert kiskoromban nem bírtam kimondani a cipő. És elment a Schuster bácsihoz, hogy én nekem csináljon egy pár tupót, mert elrobdostam, azt ezért, azt azóta hív, mert nem tudtam kimondani a cipő, azóta hívnak Tupónak. Mindenki úgy ismer engem, nem a nevem, mert mindenki úgy ismer ittem Pakson, még Dunaújvárosban is, hogy Tupó. Sok embert ismerek, rengeteg ember, vannak rengeteg barátaim, ismerőseim, látod a riporter? 27 éve ismerem a futballpályáról. 27 éve találkoztunk ezelőtt. Egy Dunaújváros odosztály mérkőzésen. Adóta ismerjük egymást. És adóta voltunk odosztályban, Dunaújvárosban, és most Pakson futottunk össze. És kapott tőle legalább ezért tök magad, vagy Szotyit? Soha nem szotizom, mindig kapok egy csomag Szotyit tőle ajándékot. Ez a 27 év ajándéka. Szokott így adni az embereknek? Jó ismerősöknek, még kisgyerekeknek. Ilyen kisgyerekeknek. Mindig mondom nekik, ha nem eszitek meg, szórjátok el a szobába. Miért? Hát, hogy takarítson az anyjuk. Szevasz Tibikén. Melyik fogy jobban, a tök meg vagy a Szotyola? Mind a kettő úgy. Pláne most, hogy jön a Fradi, még ilyen jobb csapatok. Tehát, megy. Jó. Paksnak drukkol? Igen, annak szurkolok. Amúgy én Újpest szurkoló voltam, még a Fazekas, Zámbó, Benek, Uarczki. Amikor ezek futballoztak, akkor mikor kikapott a Dózsa, akkor sírtam. Akkor a szurkoló voltam, igen. És most ez elmúlott már, nem az úgy? Ezen most már nem csapat. Paksnak szurkolok, mert itt magyar gyerekek játszanak. Fiatal magyar gyerekek. Ez fontos? Hogyne. Jobban lehet drukkolni egy csapatnak, hogyha magyarokkal van tele, mint külföldiekkel? Nem szeretem. Van elég magyar ügyes játékos, játszassák azokat. Én nem szeretem. Nem azt mondom, itt van Pakson, tiszta magyarok vannak, és ott állnak a negyedik, ötödik helyen. És jó kis csapat ez a Paksi csapat, jó. Elégedett az idei teljesítménnyel? Hogyne, persze, igen. Elégedett vagyok, nagyon. Jó, fiatalok, hajtanak. Nem kerestek annyit, mint a fradisták, de tegyük föl ezt a magyar NB1-et, ebbe beleszámta a fradit, mindegy, egy angol harmadosztályú csapat, amelyik ott áll az első három helyen, simán megnyerni ezt a gyenge magyar NB1-et. Az én véleményem az. Még nem az, hogy értek hozzá, konyítok hozzá, futballoztam is, még 25 éve járok erre, arra, aztán hallom. Köszönöm szépen!
500 forint, egy pillanat, tessék már, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Köszönöm, kedves egészségünket!